Jó estét kívánok, kedves nézőink! Hír 7 című hírműsorunkat látják, tartsanak velünk ma este is. Nézzük elő legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Ünnepélyes keretek között adták át Sárospatak új műfüves pályáját. Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról tárgyalt a Sátoraljaui helyi Szociális és Egészségügyi Bizottság. Szkircsák Ilona az utolsó pataki fazekas tarkázóasszony emlékére nyílt kiállítás a Rákóczi Múzeumban Sárospatakon. Átadták a Sárospataki Tornaklub új beruházásait. MLS szabványnak megfelelő nagyméretű 90x53-as megyei első osztályú és MB3-as mérkőzések lejátszására is alkalmas műfőves pályát, valamint a meglévő pálya mentén kialakított lelátófedéseket. A mostani 190 millió forintos fejlesztéssel együtt már közelíti az 1 milliárd forintot a sporttelepet érintő beruházások összege. A cél, hogy a versenysport mellett a helyiek számára is biztosítani tudják a tömegsport minőségi feltételeit. Tavaly decemberben helyezték el a Sárospataki sportpályán az új fejlesztések alapkövét, idén május végén pedig átadták a beruházásokat. 190 millió forintos támogatásból új, az MLS szabványnak is megfelelő nagyméretű műfüves pálya épült világítással kiegészülve, valamint a meglévő labdarúgó pálya mentén található lelátók is új fedést kaptak. Mára jutottunk el odáig, hogy már közel 1 milliárd forint az a fejlesztés, amit a sporttal kapcsolatban felújításra tudtunk fordítani. Itt a városi sportpályának a felújítása során a harmadik ütemen vagyunk túl. Először egy nagyon szép élőfüves centerpályát alakítottunk ki, majd felújítottuk az öltözőépületet, egy teljesen új, modern ökölvívó csarnokot alakítottunk, hiszen több korosztályos válogatottal is büszkélkedhetünk. Egy olyan rekordtámpályát alakítottunk ki, ami szintén egyedülálló a térségben, és most a harmadik ütemben a Sárospataki Tornaklub pályázatának köszönhetően közel 200 millió forintot tudtunk fordítani a lelátó felújítására, új fedés megépítésére, egy szabadtéri kondipark kialakítására és egy nagyméretű műfüves pályának a kialakítására. A kormányzat évek óta támogatja a hazai sportot, a pataki lakosok, sportbarátok is egyre inkább élvezhetik ennek az előnyét, mondta Abaúj Zemplén országgyűlési képviselője. Egy városnak fontos, hogy ilyen sport létesítményei legyenek, nem a utcára kidobott pénz, hanem igenis, most már látjuk kicsiben, hogy a magyar kormány a sportpolitikáját, amit az első Orbán kormány alatt elkezdett, most ennek már itt az eredménye, akár a TAO-s támogatásokkal kapcsolatban. Tehát olyan erőket mozgat meg, ami kell, hogy egy város építésében jövőjét szolgálja. A tudatos fejlesztési koncepció egy jól felkészített sporttelepet jelent mára, ami nem csak lehetőséget jelent a sportolóknak, de anyagi megtakarítást is a STC-nek. A időjárás viszonyok miatt ugye nem mindig használta a centerpálya, ugye egy esik az eső, ezért nagyon nagy szükség volt, és az elmúlt években több százezer forintot, vagy több millió forintot toltunk ki más településeknek, ahol már ez a nagyméretű műfős pálya megvolt. Így biztos, hogy tudjuk a gyerekeknek, utánpótlás csapatoknak, felnőtt csapatnak az edzéseket, illetve az edzőmérkőzéseket. A kivitelezést egy helyi cég végezte el, végig arra törekedtek, hogy a lehető legjobb minőségben készüljenek el a beruházások, így a műfű is, ha szabad ezt mondani, MB1-esnek számít. Belga gyártású műfű. Ennek a szálmagassága 7 cm, és ebbe került feltöltésre a kvarcomok és a gumigranulátum, ami gyakorlatilag egy magasan feltöltött műfűvet alkot, és a kopási ideje jóval hosszabb, mint egy kisebb fűnek, és maga a műfű minősége is a legjobbak közé tartozó. A fejlesztések várhatóan nem érnek véget, igaz a helyszín talán már nem a sportpálya lesz. A STC tervei szerint egy új csarnokot építenének a kézilabdásoknak a közeljövőben. A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról tárgyalt a Sátoraljaújhelyi Szociális és Egészségügyi Bizottság. Az átfogó értékelést minden a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmény adataiból állították össze. Ebből kitűnik, a családokat, gyermekeket segítő szociális ellátási formákra nagy szükség van a városban, mert sok család él alacsony jövedelemből. 2017-ben 787 fő igényelt gyermekvédelmi kedvezményt.
A szociális támogatási rendszerről a gyermekétkeztetésen át a nyári táborozásig széleskörű tájékoztatást ad az a gyermekvédelmi feladatokról, helyzetről szóló anyag, melyet a Sátoraljaújhelyi Szociális és Egészségügyi Bizottság is tárgyalt. A helyzetelemzésen túl a különböző intézmények a gyermek születésének pillanatától egészen a nagykorúvá válásig nyomon követik a sorsát a hátrányos vagy halmozottan hátrányos családoknak. Így már az óvodában, bölcsődében is tudnak nekik segíteni. Miután megfelelő óvodai férőhelyen rendelkezik a város, ezért a 3 évet betöltött gyerek óvodába kerüljön, tehát már a szocializáció ilyen módon is elkezdődjön, illetve hát a család után nevelési intézményben folytatódjon, és éljenek a családok a lehetőséggel, az étkeztetés igénybevételével, az iskolai konyhákon, illetve hát ahol lehetséges, ott a 3-szori étkeztetést is vegyük. A bizottsági tagok javaslatokat is fogalmaztak meg, hogyan lehetne például a csellengést megakadályozni. Az anyag megállapítja, hogy az észlelő és jelzőrendszer jól működik, a határozati javaslatban szerepel a házi orvosok felé egy megfogalmazott kérés, hogy igazolatlan hiányzást utólagosan orvosilag ne dokumentáljanak. A bizottsági tagok azt is kérték, készüljen el egy rendszer, egy adatlap, hol és kik, milyen szervezetek indítanak nyári táborokat a szünetben. Ezeknek az információknak a birtokában tudják segíteni azokat a szülőket, akik a 8 hetes nyári szünet ideje alatt nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét. Szkircsák Ilona, az utolsó pataki fazekas tarkázó asszony. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában. A tárlat keretében látható tárgyak szín, forma és díszítés világa kizárólag erre a családra, és ezzel együtt Sárospatakra jellemző, emelte ki megnyitó beszédében Vida Gabriella, a Néprajzi Múzeum főmúzeológusa. Saláta László, Szkircsák Ilona fia elmondta, olyan darabok is kiállításra kerültek, amelyeket évtizedek óta senki, még a család tagjai sem láttak. Ettől lett igazán különleges a tárlat. A Szkircsák család a 19. század legvégén érkezett Ungvár környékéről Sárospatakra. Szkircsák Bertalan fazekas mester feleségével együtt dolgozott műhelyében a fazekas soron. Szkircsák Bertalanné biztos kezű, számtalan motívumot használó tarkázó asszony volt, akinek munkáin megtalálhatóak a szláv elemek is. A 20. század közepétől egyedüli fazekas családként készítették a hagyományos pataki kerámiát. Gyermekei, köztük Ilona által használt szín- és formavilág egyedivé tette kezei közül kikerülő kerámiákat. Ez a fajta színvilág, ez a nagyon erős, nagyon karakteres, nagy virágokkal operáló, főleg a fekete alapszín, ami magyar területen még egyedül Siklóson van meg, ahol kifejezetten fekete, nem sötét barna, hanem fekete az alapszín, ez csak Patakra jellemző, tehát itt a sárospataki fazekasságnak az eszenciáját látjuk. 30 éve senki nem látta őket, ugyanis a mama elmondta nekünk, hogy lenn van a pincébe, egy sarokba, néhány bőrönbe, meg néhány dobozba néhány kerámia, de ezt se a testvéreim, se én soha nem kutattuk, nem kerestük, hogy mi van, mit találunk ott, és aztán, amikor felvetődött ennek a kiállításnak a gondolata, akkor a Andikával, aki ugye rendezte a kiállítást nagy elánnal, lejött ő is velünk a pincébe, és a bátyámmal együtt megtaláltuk ezeket a kerámiákat. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma szívesen állította össze ezt a tárlatot, hiszen, mint elhangzott, Sárospatak neve összeforrott ennek a családnak az örökségével is. Sárospatak 20. századi történelme is szerencsénkre vagy büszkeségünkre olyan tárgyegyütteseket hozott létre, illetve őrzött meg máig, amelyek nem csak az adott kornak voltak fontosak, hanem mindenképpen a jövőnek megőrző. Jövőnek mindenképpen meg kell őriznünk. És talán nem vagyok fellengzős, ha azt mondom, hogy ebbe a csoportba messze kiemelkedik az a tárgyegyüttes, amelyet ma itt láthatunk. Kiállítás összeállítása olyan szempontból könnyű volt, mert nagyon közel áll a szívemhez ez a téma, és nagyon-nagyon szerettem ezzel foglalkozni, és amikor az ember egy olyan
embernek a munkásságát dolgozhatja fel, ami ekkora értéket képvisel, akkor az embernek a szíve persze, hogy egy kicsit gyorsabban dobog, vagy hevesebben dobog, és nagyon nagy szeretettel tudom ezt a munkát így végezni. A kiállítás megnyitón a családtagok és barátok mellett jelen volt Szkircsák Ilona egykori tanítványa is. Nagyon boldog vagyok, hogy ezeket a szép tárgyakat egyszer meg tudják mutatni a múzeum, és lehet benne nagyon szépen gyönyörködni. A kiállítás szeptember közepéig tekinthető meg a Brecemhein folyosón. Szinte azonnal elfogytak a jegyek a Latabár Teátrum Mamma Mia előadására, pedig a társulat rögtön két egymást követő napon is bemutatja a közel egy évig próbált legújabb produkcióját. A nagy sikerre való tekintettel szombaton a nyilvános főpróbát is megtekinthetik az érdeklődők, mi pedig az utolsó napok eseményeibe pillantottunk bele. Izgalommal készülnek a színészek, táncosok, díszletezők és természetesen a rendezők, hogy péntek este mindenki elégedetten távozzon a színházból. Tipikus, nem igaz, 20 éve. Nyugodtan, egy kicsit előrébb nyugodtan mozdulhatsz, előrébb találhatsz, és igen, oda jössz hozzá. 20 évet vársz egy apára, és egyszer, Éjszakába nyúlva próbálnak a Latabár Teátrum színészei és táncosai, hogy minden jelenet a legjobb legyen a pénteki előadáson. A jelmezek nagy része kész, a díszlet alakul, világosítás, hangosítás, beállítás van hátra, és az utolsó összecsiszolódás. Bizony hosszú út vezetett idáig, és nem is könnyű darabbal kezdték újra a latabárosok. Próza, ének, tánc, minden együtt van a Mamma Mia című musicalben. Volt, aki parázott attól, hogy ő neki táncolnak és mozognia kell, mert ő nem profi táncos. Nem mondom, mindent próbáltam úgy leegyszerűsíteni a mozgásokban, az eredeti elképzeléshez képest, hogy ők nekik is megtanulható legyen. Tehát ezt össze kell hangolni a táncosokét is, meg a színészek mozgását is. A próba folyamatban pillantva látható, a színészek és táncosok jól kiegészítik egymást. Éppen attól válik élővé a darab, hogy mindenki pontosan tudja a dolgát, és ezzel segítik egymást a tagok. Tánc, mint itt kiegészítőként van jelen, ugye színészek a főszereplők benne, mi pedig hát mondanám, hogy háttértánc mellétáncosok vagyunk, de igazából a kettőnek az összhangja az, ami megadja ennek az ízét. Én nagyon szeretem, mert ezzel egy újat próbálok ki, új lépéseket, új dolgokat tanulok meg ez alatt az idő alatt. A darab kiválasztásakor még sok volt a Kétel Jászter Beátában, aki most először nem szerepel együtt a tagokkal, de dramaturg rendezőként segíti őket. Szerinte a sok próbán túl a fiatalok barátsága és az egymás iránt érzett szeretet az, ami viszi előre a csapatot, és reméli, ezt a nézők is megérzik majd. 9 óra van, és még mindig nevetnek, és még mindig új jelenetet próbálunk, és még mindig rendezünk, és ide teszünk, és oda teszünk, úgyhogy ez egy olyan szeretet közösségé vált az elmúlt időszakban, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ennek a darabnak lelke legyen. És itt nem csak tánclépések lesznek, meg nem csak jól kiénekelt hangok, meg szépen eljátszott pillanatok, hanem itt mindenki szereti a másikat, és ez látszik. Aki pedig mindezt meg is szeretné tapasztalni, siessen, mert már csak a nyilvános főpróbára kaphatók a jegyek szombat délutára, ahol természetesen akár a két esti előadáson is felcsendül majd a... A megye egyik legbiztonságosabb települése Sárospatak, sokat költenek a közterületek karbantartására is, mégis akadnak időnként kisebb rongálások. Évek óta térfigyelő rendszer működik patakon, így a legutóbbi esetet is rögzítették a kamerák. A tettes beazonosítását követően megállapodás született, de szeretnék elkerülni a hasonló eseteket, közölte a város polgármestere. Polgárőr és virágos város, élhető település, a turisták egyik kedvenc célpontja Zemplénben. Ezt mind Sárospatakról mondják az emberek, az elismerő szavakért sokat kell tenni, mondja a polgármester. Ezért nem tudja szó nélkül hagyni az időnként előforduló, értelmetlen közterületi rongálásokat. Valamennyi sárospataki lakos, valamennyi intézmény, valamennyi cég megértette, hogy szebbé
kell tenni városunkat. Közösen erőfeszítéseket teszünk ennek érdekében, sajnos vannak olyanok, akik ezt a munkát néhány pillanat alatt különböző egyéni okok miatt, önös okok miatt megpróbálják tönkretenni. Így volt ez az elmúlt napokban is, amikor egy 20 éves sárospataki fiatalember rongálta meg a Makovec tér egyik tábláját. Köszönhetően azoknak a köztéri kameráknak, amelyekből most már több mint 20 el van helyezve, szinte perceken belül meglett az elkövető, közvetítői eljáráson belül sikerült vele tisztázni, hogy ő volt az, aki ezt elkövette, megfelelő pénzbírság kiszabására került sor. Köszönet a közterületfelügyeletnek, a rendőrségnek a gyors nyomozó munkáért. Én még egyszer szeretnék mindenkit megkérni, hogy ha bármit látnak Sárospatakon, akár szemetelést, akár köztéren való illegális italozást, akár rongálást, azonnal szóljanak a közterületfelügyeletnek, vagy közvetlen nekem, vagy éppen a rendőrségnek. Közös cél ugyanis, hogy a városlakók és a turisták rendezett körülmények között és biztonságban töltsék mindennapjaikat, tette hozzá a polgármester. Sátoraljaújhelyi szálloda támogatásával pihennek, alkotnak budai képzőművészek Zemplénben. A budai alkotóközösség tagjai több éve rendszeres vendégei a hotelnek, melynek tulajdonosa egyet kér az alkotóktól. Az itt készült festmények, képek és egyéb alkotásokból legyen egy mini tárlat a szálloda előterében. Az alkotók idén is eleget tettek ennek a kérésnek, és ha nem is az idén, de a korábbi években készült fotókból, festményekből, akik pedig először jártak itt, kerámiákból és textilszobrokból mutattak be néhányat. Mini tárlat gyönyörködtette a pihenő vendégeket a Sátoraljaújhelyi szállodában. Most az alkotások készítőiben is találkozhattak a látogatók, sőt, lehet együtt éltek velük. A Budai Képzőművészeti Egyesület tagjai és néhány meghívott alkotótárs töltött el egy hetet a Sátoraljaújhelyi hotelben. Nem először jöttek, így a most kiállított festmények, fotók, kerámiák és textilalkotások a tavalyi itt töltött egy hét feltöltődésének vagy konkrét munkáinak a gyümölcsei. Tavaly például itt festettem egy szép nagy képet, elsétáltam egy kilométert az úton befelé az erdőbe, és akkor ott megálltam egy ilyen kis patakvölgybe, és akkor ott festettem sokáig, úgyhogy kinek mi a kedvence, számomra ez az, ami a táj, ami élményt ad, vagy témát hoz nekem. Látom a többiek alkotásain, hogy szeretik az épületeket, a városrészleteket megörökíteni, úgyhogy kinek mi a kedvence. Az itt töltött egy hét alatt a művészek nem csak feltöltöttek, de tanultak is egymástól. Így lesznek a képek, fotók egyre jobbak. Nem ül ott, hogy akkor most várja, hogy majd ráköszön a ihlet, hanem inspirálja saját magát az is, hogy látja, hogy a mások festenek. És akkor ez a képeknek a javulásában, mint ahogy a tulajdonos úr is elmondta, szemmel láthatóan is észrevehető, hogy fejlődünk. Az alkotásokhoz igazán jó terepet adnak az újhelyi és a város környéki települések, aki pedig teheti, nem csak a tájjal, de az itt lévő emberekkel is találkozik. A fotózás, hogy mondjam, enélkül gyakorlatilag csak egy ilyen tóbakdobott kő tulajdonképpen, úgy csak hullámokat gerjesz, de ténylegesen nincs akkora jelentőség ez. Fontos, hogy a helyi emberekkel is szóba legyedünk, beszélgetünk, és akkor ott általában egész jó témák szoktak adódni ezekből a beszélgetésekből. A szálloda igazgatója azzal a nem titkolt céllal hívta meg a művészeket, hogy egy-egy alkotás a házat is díszíti majd. Így lett a hotel szépen lassan élő kiállítóhely, ahol léptennyomon zempléni tájat csodálhat a látogató. Hírműsorunk végén pedig nézzük a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Ünnepélyes keretek között adták át Sárospatak új műfüves pályáját. Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról tárgyalt a Sátoraljaújhelyi Szociális és Egészségügyi Bizottság. Szkircsák Ilona, az utolsó pataki fazekas tarkázóasszony emlékére nyílt kiállítás a Rákóczi Múzeumban Sárospatakon. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk holnap este 7 órakor, számítok akkor is a figyelmükre. Viszontlátásra!